Be se férek ide, beférek! Hú, ez meg! Jaj, ide! Köszönöm hozni lánc, és most kivágni. Szavaztok, hú! Sziasztok! Hát lehet, hogy én nem veszem le. Nem veszed le? Én nem veszem. Hát, hát ez bunkóság. Bunkóság, és így jobb. Sziasztok! Amúgy teliben szembesült a nap, úgyhogy ne haragudjatok, de én is szarfogom. Ne haragudjatok, de ez így kemény lenne, ja. Szavaztok! Szavaztok! Van nekünk három megint a katonai csomag, most rákaptunk mi is erre a trendre, ami már ilyen lejárt egy 5-10 éve, de mi nekünk meg ez új. Ennyi, most beszállunk a bizniszbe. Így van, most szállunk. Amikor kifutott a biznisz, most szállunk be mi. Beszállunk a izébe, emeri piacra, iparba. Azt írtátok legtöbben, hogy a francia az nagyon fain, úgyhogy kíváncsiak vagyunk. Van egy 12-es menünk, egy 3-as menünk és egy 11-es menünk. Melyikkel kezdjük? Kezdjük emelkedőbe, akkor kezdjük a 3-assal, az jó. A legkisebb. Azokat told félre. 3-as menü, ez egyébként több a... Micsoda? Ha jól tudom, akkor ez idegen légiós, ez francia légiós csomag. Elvette tőlem. Hát nem. French Individual Retable Combatien Ratation. Individual Retable Ratation. Ez miért bánat? Ready cooked dishes, tuna. Tonhal, coconut milk, kókusztej, kávé, műzli. Ez egy elég komplexnek tűnik. Na nézzük meg. Elnézzük. Megnézzük, hogy mit mutatás. Na bontjuk ki. Megint csak nem szemetelünk. Hoztunk magunkkal zsákot. Úgyhogy itt van a szemetes zsákom, ákombákom. Tényleg van, mielőtt valaki nem hinné el, itt a szemetes hullazsák amúgy. Igen, ha annyira finom lenne. Vagy szemetes lesz, vagy hányózacskó, majd meglátjuk. Kiderül. Na, itt van a történetünk. Maradjál már ott a zsák. Egyébként meglehetősen ilyen, mint egy cipős doboz, hogy ilyen elég ilyen... egyszerűen. Ilyen elég semmilyen a dolog. A légiós, igen, ott van rajta. Ott van rajta az emblémája. Nem tudom, látszik a légiónak a... Ez a légió, jelen? Igen. Ezt is ugye így meg kell tépni, két oldalt, itt nagyon szépen jelzi a nyíl, hogy le kell tépni, és innentől elméletileg, mint a cipős doboz, konkrétan tényleg ugyanúgy. Áj! Azta, de milyen kultúrát a ránézésre maga a csomagolás. Itt adtak azért a dizájnra. Ebben van cucc amúgy. És nem ezek a, tudod, ez tényleg az, amit szerintem akár a boltban is megkapsz. Persze. Szóval nem az a speckó, saját gyárba, saját üzembe csináljuk a katonáknak, hanem hát ez konkrétan szerintem az ilyen bolti. Mondjuk ezt nem teljesen értem, hogy itt rendi a tejecskét, azért nem tudom, mint minden katona egy zacskós tejjel indul. Nem, van benne tej, szerintem. Ja, por, ilyen tejforos tudsz? Igen, szerintem van valami. Ez micsoda? Ja, kávé, forró, csoki, még valami. Kávé, műzli, ez ilyen, hát szerintem ez nálunk is lehet kapni akár még boltba. Nézd már meg, tonhal konzerv, ez is ilyen sima bolti cucc. Nagyon komoly, hogy ez nem és az ez a lesz akkor Szardínia, gondolom, leves. Nem figyeld? Aha. Leves. Olíva olajban Szardínia filé. Hát addig jó, ami csak dínia, nem szar. Igen, ez kellemetlenebb lenne. Leves. Barack lekvár, figyelj. Hallod, na itt van. Hát itt vannak a kaják, te oda néz, kettő is. Ez tonhal ilyen baszmati rizssel. Igen. Ez pedig fingom sincs. Tabué voladjá. Bonjour, mademoiselle. Ez kuszkuszfélének tűnik így ránézésre. Igen, ez valami zöldséges, ilyen kuszkuszos valami. Mindjárt fogtok látni egyébként mindegyikről egy közelít is. Zsebkendő. Ez vajon mire kell a katonának a zsebkendő? Igen, szerintem az szükség, az rád jön a hát fronton is, ahogy van. Ja, a náthal vagy a kakára gondolsz? Hát, bármelyik elkaphat. Ja. Mix drink, izotónikus. Ennél, hát ez ilyen energia, ilyen energiaital, izoláció. Ja, ez pedig a begyújtó kapszul. Az a begyújtó kapszul, de akkor várjál, ebbe akkor kell, van egy izé is? Van egy kocka is, akkor, persze. Nem, akkor ebben van benne szerintem maga az a kihajtó zsámoly. Ja, persze, ott van rajta a képen is. Aha, jaj, benne van a kocka, illetve itt van a zsámoly. Hát én ezt már láttam egyébként Zsoltinak a videójából nagyon sokszor, hogy a íze az mindegy, nem? Hogy merre hajtom szerintem, az tök mindegy. Nem. De? Nem. Nem mindegy, de mindegy. Hát mert látod. Bár én arra hajtom, amerre akarom, szóval tök mindegy. Ebben van még cucc, hallod Tibi? Ezt nem ide kéne behajtani? Látod? Mert így van beperforálva, látod? Akkor hogy ez úgy van alapból vágva. Nem, én csináltam jól. Szerintem, de. Szerintem meg erre. Így, ja, így. De várja tényleg, mert a két kockák a talpai. Itt így, ez az alja, persze. Aha, ez mint egy kis izé. Kis tudsz így. Jó, ezeket a kis csokikat mindjárt kipakoljuk ide, csinálok egy közelít nektek, kis, hogy lássátok, hogy mi minden van egy légiós csomagban. Ezt így ide rendezzük szépen el. Így. Ez mennyire király, hogy kaptak egy kis... Adnak hozzá szemetes zsákot? Hát nem is kukazsák, tudod. Nem tudom, mi ez? A halatnak az arcára ráhúzod. Szopó állat? Na nézzük ezt csak. Rájöttem mi. Ez egy csapka. Ez mi, halod? Nézd, Viagra, Viagra. Ez mi? Édesítő szerintem, hogy mi ez? Oasis Water Puffing Tablets. Ez mi? Víztisztító? Víztisztító tabletta. Ne cseszél fel, ez Purifing, jó. Nem vagy? Tea? Na. Figyelj, kétféle tea.
Nagyon patent amúgy. Elmondom, hogy esztétikailag ez veri a legutóbbit azért elég keményen. Ez egyébként jobb, mint az amcsi így. Egy jó forró csoki. Félel, mondjuk a fronton nem tudom, hogy ki az, aki pont egy letolnak egy kakaót, tud. Négy áldozatonként betolok egy kakaót. Ez mi? Hallod, szakar, hogy fogpiszkáló? Aha, fogpiszka. Ja. Gyufa! Vízmentes csomagolásba, pakkos zacsiba. Így van, hát ez nagyon komoly gyerekek. Nem tudom. Nem, mert itt a tűz, látod? Itt a tűzrakós dolog. És várja, így! De, így! Nézd, nem, így. A konzervet nézd. Így. Ja, de durva! És akkor át tudod izélni. Rárakni egy neégesnek a kis kacsódat. Ez mennyire király. Csak azt nem tudom, hogy szerinted meg kell bontani a konzervet valamennyire, vagy... Hát valamennyire meg kéne, hogy ki tudjon a levegőt, tudod, ne izélj, ne... A Tibi rávilágított egy nagyon jó dologra, ami tényleg érdekel. 6 darab víztisztító tabletta, ami azért, hogyha megnézzük a körülményeket, amilyen helyzetbe került egy katona, akár egy harcmezőn, meg a víz hiány hamarabb viszel téged, mint hogy nem ettél, vagy és a fertőzött víz. Az, hogy az amerikaiban nincsen ilyen, jó, abban mondjuk mindenféle ital, de ebben is van italpor. De hiába, hogyha átmegy ha nincs rajtad víz, minden, igen, azért, mert megfertőzött a víztől. Azért ez a víztisztító dolog, ez szerintem rohadt jó. Na mi elkezdjünk, Tibi bácsi? Hát szerintem kezdjük. Kóstoljuk meg ezt a kekszet, ez nekem annyira tetszik. Szerintem ehhez adhatták, van itt lekvár. Hol? Itt van. Barasz lekvár. Kóstoljuk már meg. Külön-külön van ez is becsomagolva. Kettő. Igen, mert három ízű, három különböző, látod? Aha. A sötétebb, ez. Így van, háromféle, így. Ez milyen szósz ez? Barack, sárga barack. Az összeset ne nyom ki. Bármilyen nincs benne sok azért. Sárga barack. Nem, van benne azért bőven. Tehát ez csak a többi. Jó, hát igazából a többit azt lehet magába kóstolom. Ó, de jó, hát olyan, olyan mint egy sima győri kex olyan, ugye? Egy háztartási. Na nézzük. A kakaó szerintem ez a barna. Mm. Nagyon kemény. De finom. Tehát ez tényleg nem az a rossz. Nem, viszont nekem az amerikai jobban bejött. Igen. Mm. Ez a kekszes dolog, ez igazából egy sima kemény háztartási keksz. Ennyi. Nem azt mondom, hogy rossz, mert nem rossz. Meg tényleg megint csak elmondjuk, hogy ez nem... Azért ez nem egy fine dining. Nem egy fine dining étteremben vagyunk. Nagyon jó törik egyébként, nagyon-nagyon kemény, száraz, kegyetlen száraz. Ez valami kakaós lett. Elfelejtettem a mikrofont levenni. Ott is van egyébként, itt találgatunk, és itt van, hogy melyik mit tud. Igen. Sima, teljes kiörlésű, meg kakaós. Meg csokis. Csokoládés. Csokis. Jó, kimondottam finom, uh-huh. Az a lekváros tud. Uh-huh. Meg az a sorssal tényleg jó. Ez valami kávés dolog lehet, de kávébabban. Ah, kávés. Ez meg... Meg mágás. Hát felezzük el mindegyiket, nem aztán? Jó. Ó, ez ilyen ízés. Olyan, mint a... Ó. Aha, mint egy ilyen jelly beans vagy. Igen, ez a mint a szaloncukornak a belseje, tudod, ez a... Ah, nagyon kevés. Jó. Oda né. Muti a tiéd egy? Az meg ilyen darabos, nem? Uh-huh. Zseli és szaloncukornak a belseje. Na. Ilyen melaszos. Na, megkóstolom én is ezt, tiéd. Nagyon jó kávés ez. Ez esküszöm, hogy nekem bejön, aki kávé, a kávét kezdődik. Nagyon jó. Ez nagyon királyú kávés. Olyan, mint a műzli szeret, de puha. Mint a kávéban lenne megpuhítva, tudod, hogy belemártogattad volna. És annyira jó a roppanossága. Uh-huh. Hát bocsássatok meg nekünk gyerekek, de hát most én megint belecsámcsogok a mikrofonba, megpróbálok utólag halkítani. Na ez is, a édes, lehet. Ez is tök jó. Adom, itt vársz, a szaloncukor. Szaloncukornak a belsője. Málnás zselés szaloncukor. Hm? Ez minden? Ez nagyon érdekesen. Nugát. Gyümölcsökkel. És ez mi? Wow! Azt a mennyi, de durván néz. Hát ez érdekesen néz ki amúgy. És ez? Az mi? Most az micsoda? Ez kérlek szépen valami energia szelet. Hm. Fúj az állaga. Hall, ez rendesen érzem az ujjamon, hogy ragad. Ez is. Ilyen ragadós. Hát nem. Fog meg. Ez fog meg, ez még ragadósabb. Aha. Aha, ez tényleg ízés fura. Hát még törni se lehet ilyen, mint a... Postja a széle. Aha, tényleg. És belül van ez egy ilyen... Aha, és belül van a... Hú, ez nagyon édes lesz szerintem. Szerintem meg nem. De nagyon finom. De finom, de rendes finom te. Az amcsi után ez íz, ízekben sokkal jobban ott van. Amúgy szerintem. Ezek a csokik, meg ezek a kis... Na, rácsák, ezek jobbak egyelőre. Szóval ez mi lehet, figyelj. Egy az, hogy sokkal színesebb a választék, sokkal több minden na, van. Figyelj, ez ilyen törősebb állagú. Ez ilyen morzsol. Ú, ez lesz nagyon geljédes. Uh-huh. Nem is tudom, mire hasonló. Illat az erősebb volt, mint a... Dominál ez a málna, málna íz, vagy nem tudom, eper. Erdei gyümölcs. 72%-os az étcsoki bár, kérlek szépen. 72% kakaó. Kakaó, ember. Igen. Ez a bármelyik üzletláncban kapható, gyengébb minőségű.
Ez nem annyira jó. Nagyon-nagyon kakaó. Hm? De hát ez a lényege. Nem adnak hozzá, ami az amerikaiba volt. De dobnád az enyémet is. Persze. Ami az amerikaiba volt evőeszköz, itt nem adnak semmilyen evőeszköz. Sőt, itt még ízés sincs. Itt egy teljesen rá van utalva a katonának a saját ilyen konyhai felszerelés. De nem, meg konyhai felszerelés, mivel például italokat ugye azt gondolom magának kell bekeverni a saját kell. Na, hát én abból szeretem a, én is. Az ilyen olajos hal dolgokat. Ó, oh, ez fincsin néz ki. Hát ez klasszik, bolti, sima. Nem, az sem néz így nem? ki. Amúgy ez tényleg egy normális filé van benne. Mondjuk egyébként tényleg szép. Bazzik úgy ízélünk itt egy ilyen konzervkaját, mint hogyha valami ilyen Michelin csillagos íz. Na, kezd. Na, hát akkor köszönöm szépen. Én egy ilyen kis darabkát. Ez micsoda? Szardínia? Igen. Sima natur. Semmi extra. Én ezt így kis kekszel beverem. Mm. Ugye, aki szereti a halat, én mondjuk komázom nagyon. És hogy nincs túl sózva, nincs túl cifrázva, itt tényleg a hal. Aki szereti a halat, az, annak ez be fog jönni. Megnézem, hogy itt van ez, le kell tépni a tetejét, igazából ebből lehet enni. 125 milli vizet ír. Én most így satsz per kávéra, egyébként van egy ilyen bögrém, amiből majd itt fogok itt kávézgatni, vagy nem tudom. Hát most ez mennyi, ez 2 deci ez a bögre? Ez 2 deci is, nem? Nem. 3? Ez 3. 3, akkor ennek egy negyede kell. 125 millió mondjuk az elég kevés, na mindegy. Azt jelezte itt a rajz, nem, ez pont jó lesz. Azt jelezte a rajz, hogy beleöntjük, aha, Tibi, ez nagyon jó lesz amúgy. Lehet, hogy a tejpor benne van már a műzben. Biztos, hogy benne van, aha, ez ilyen instant, izé. Azért csináljuk vízzel, egyébként a csomagoláson is víz van, mielőtt valakit felhörren, hogy de gáz, hát a műzli tejjel kell enni. Meg hát azért a katonáknak nem hiszem, hogy van tej. Hogyha nem fejnek ott meg hirtelen egy valami birkát vagy tehenet. Elég jobb, úgy raktod a puska mellé egy zacskós tejet, ha iszényeket balkoztanak. Ilyen a francia műzli. Hát nem mondom azt, hogy étvágygerjesztő. Egynek jó lesz. Be van itt sűrűsödve a cucc. Hát egy ham. Egy ham. Egy hamburger. Ú, de jó lenne egy hambi. Ugyanaz, mint ami nálunk kap. Tök ugyanaz. Egy ilyen erdei gyümölcsös mixel. Nem rossz, nem? Tudja, hogy benne van a tejpor is. Biztos. Valami ízé van benne, igen. Egyébként jó. Mint ezek a granulák, amit... Ugyanaz. Ja. A streamem alapító tagjai ők. Igaziból is így néznek ki, szóval Balinak tényleg van szarva. Petrának egyébként cica füle van, meg ilyen cica, vagy nyuszi, vagy nem tudom mi. Döme ő egy medve valójában. És hát Skynak pedig ilyen nagy düllett szemei vannak amúgy. Melyiket rakjuk föl? Szerintem először a halasat, nem? Az legalább tudjuk mi. És amúgy durva, hogy ebben igazából minden hal, amilyen főételnek számít. Ez egy halas menü, gondolom én. Egy darabot rakjál oda középre. Jó. Szerintem az kézzel ki lehet venni, nem? Vagy... Meg ilyen egyben nyílik, tudod, azt hittem, mint a kétszeres tubusból úgy fog, de nem, a perforációnál egybe kinyílik. Hát így rá, a konzervet azt így egy az egybe, persze. Azt hittem a levessel kezdjük. Nem, azt majd utána. Ezek gyorsabban megvannak szerintem. Honnan tudjuk, hogy mikor jó? Gyerünk, Tibi, gyújtsad meg. Le kell valahogy izélni, árnyékolni, mert ugye nagyon jön itt a... Nem, nincs idő. Icipicit megbontom. Igen, ez egy kicsit röfen is fel. Ennyi. És mehet rá. És akkor dobjuk fölre. Nem használom a spéci eszközt. Hát azért ez kicsit prolib, mint az amerikai. Ugye egy kicsit izébb azért, egy macerásabb egy fokkal. És az... Leégne a bunda rólad. Addig egyébként kóstoljuk meg ezt a kis tonhalast. Nézzünk rá a tonhalra. Ó, ez milyen, ez olajos? Ez krém. Sajt. Nem mondod. Ez krém sajt. Az. Ne. Olyan, mint a tömlős sajt amúgy. Kicsit rosszabb. Bakker, miért rosszabb? Hmm. Franciák sajtban ez... Na, tömlős sajtnál nincs jobb. Sokkal... Erősebb ízű. Erősebb íze van egyébként, érződik vagy rajta, hogy... Vagy a kék sajt, nem is tudom. Igen, igen. Én ezt csípem. Inkább ez a penészes izé érződik rajta. Ezen felmelegszik a hami. Hoppá. De 3 decit kicsit. Ha 500 gram, 500 millihez van ez az egész, akkor 300 millihez mennyi kell? A 3/5-öde. Ilyen nagyon izé, ilyen nagyon erős, ilyen. Mint a... Nem a izé, a Montenyú. Montenyú. Olyasmi. Mondja, hogy édes, mint az állat. Uh-huh. Ilyen nagyon kimondottan íze nincs. Nagyon édes, ja. Édes. Olyan, mint egy cukrozott víz. De nagyon gej édes. Ezt ide fölülre, ezt alulra, és akkor ezzel leemeled. És szerintem még talán ez is menni fog. Nem, nézd meg, hogy mennyi marad csak. Hát jó, mondjuk egy próbát megér. Szerintem ez bírja még. Hát ez így néz ki. Ott van rajta a hal,
Rizs, ilyen zöldségdarabok benne. Az a curry, az látszik a színben. Hát a curry is, igen. Nem sorolhatom, én komázom a curryt, úgyhogy... Élő. Sokkal finomabb, mint az előző. És ott megnézed, ez mennyivel ízébb? Nem ilyen, úgymond ilyen lovkarbós. Hát nem egy nehéz kaja. Nem. Tonha rizs. Hogy élvezkedünk itt a szaros konzervát? Ez finom. Jó. Tényleg jó. Eddig nálam ez tényleg jobb, mint az amcsik. Nálam is bőven. Nem mindenben, nekem például a kekszek azok a amcsik jobban bejöttek. Meg ez így tényleg, hogy azért a tonhalnak is erős íze van a körinek is, és ezt a konzervízt, ez tök jól elviszi. Lelassan le is kéne vegyük. Előző videóban nagyon sokan vitatkoztak így a komment szekcióban, hogy most végül is hány csomagot kap egy katona egy napra? Egyet vagy hármat? Szerintem ez nemzetfüggő is lehet. Ebből elhiszem, hogy egyet. Jó, ez kiadós azért. Ja. Na nézzük, hogy ez mi ez? Ez zsepivel fog meg a másik felét, és akkor nem fog megégetni. Ez csak ennyi, simán... Nem, ebben van hús, te! Mi ez? Van. Aha. Ebből... Na miért? Ebből van hús, nem tudom, érdekes. Nagyon fűszeres, ilyen paradicsomos, ilyen... De hús vagy hal? Ez hús. Ez nem hal. Hú, de furcsa. Mi? Valami nagyon dominál valami fűszer megint. Ez full ugyanolyan, mint a svéd gombasoláta. Igen. Tényleg nincs olyan. Benne gomba, de az fűszerezés. Igen, ugyanaz a fűszerezés. Ugyanaz. Mint az a... Ez a gombasali, amit lehet kapni boltba is, akár így készen. Hát, érdekes. De mi dominál? Valami fűszer, mi ez? Valami nagyon erősen érződik valami fűszer. Ugye van már valami zöld fűszer is van benne. Nem fogok hazudni, Tibi, nekem ez most kevésbé jön be. Nekem is. Dobjuk bele a levest is, nem? Dobd bele, hogy ne. Küld meg, nem mered beledobni. Figyeld, na. Itt a jó kis paradicsomleves közben. Tibi. Tibi séf. Ennyi. Gordon... Ez a tésztát, ez szabályos karikák. Mint a kis mini fánkok, de cuki. Légy jó. Na, hát akkor egészség. Isten. Na. Tehát nagyon szar. Nem, egyébként nem, annyira nem érzés. Azt hozz, amit vársz. Kicsit rosszabb szerintem. Amúgy. Hát egy fokkal rosszabb, igen, a vártnál. Ez szerintem tényleg az, hogy hideg időben valami átmelegít. Mm. Tehát ez tápértékben is nulla lehet. Tehát látod, hogy úgy kell vadászni belőle ezt a 6 szemborsót, ami benne. Hideg esténi katonaként az erdő szélén megcsinálsz magadnak, hogy hát az otthon melege nem is jut eszedbe, de legalább a Tesco az igen, érted? Vagy, ja, hogy valamilyen ilyen bevásárlóközpont. Hát ezért nem tudom. Ilyen menza se. Paella. Ezt akarom. Paellás? Van paellás? Igen. Na. Hát akkor nézzük meg a menü 2-t. 12-t. A 12-es menü. Megnéztem az első kaját rajta. Paella. Ez nekem feküdni fog szerintem. Na nézzük, mi van. Bár benne. Az nem francia étel a paella. Nem. Borpét. Ez micsoda? Micsoda? Pati. Bor. Hát a bor az a disznó. Bor, pati, pástétom. Pástétom. Májkrém, ilyesmi lehet. Na, franciául megtanulunk itt közben. Strasbourg sausage and pasta. Strasbourgi kolbász és tészta. Igen. Vettél egy új csukát, Tibi? Nem, a frontra? Fogok én itt finomkodni vele. Így, na nézzük. Ugyanaz. Akkor, nem, műzli. De ugyanaz, csak ez csokoládés, de full ugyanaz. Ugyan nem erdei gyümölcsös műzli, hanem csokis. Ez hagymakrémleves. Ez krémleves. Ez krémleves. Ugyanúgy leves, csak na krém. Figyelj. Paella. Paella. Wow. Figyelj, ezeket is kipakoltjuk. Annyi, hogy ebben szilva lekvár van. Izotónikus ital. Tök ugyanaz. Kávé, mama. Ez másfajta kávé. Mama kávéja, figyeld. Ez lesz a sertéspástétom. Hát ez májkrém gyakorlatilag. Gondolom. Papír zsebkendő. Aha, itt hát ezeket szerintem kár túlcifrezni, mert lényegében ez tök ugyanaz, ez más ízesítésű, ez a zselé. Ugyanazok bár, egyébként. Tök ugyanaz, a keksz az full tök ugyanaz. Ez full ugyanaz teljesen. Akkor ez is tök ugyanaz. Ez is tök ugyanaz. Na hopp, wow. Mit ejtettem le? Ez végre valami más, az leesik? Ez is ilyen proteín szelet, csak más ízű. Mehet rá, akkor vízsli a tiédre. Kolbász. Kolbászos, bocsánat. Hát én már pályát egyébként bármilyen formában, én még sose. Én nem. Na, ízét megkóstoljuk, nem? Ezeket kóstoljuk már, meg a májkrémet, meg ezt a datója. Ez mi lett krém? Ez egész datója szerintem. Hú, fatel csípi nagyon a datóját, vagy legalábbis régen nagyon sokat evett. Jó, baszki. Erről sincs sok mondani velem. Datója, aszalt. Vá. Vá. Ennyire nem? Nem. Ez kár és túrabozni. Én nem szeretem. Bá. Konyakos pástétom. Au, konyak. Nem rossz amúgy. Mint a löncsú, vagy nem tudom. Nem? Nem, azért nem olyan, mint a löncs. Nekem bejön. Adj még egy kicsit. A finom baszki. Kicsit darabosabb, mint az itteni. Mint a vagdalt, vagy nem tudom. Jó.
Ez újdonság, ez nézzük meg. Mi lehet ez? Itt nincs valami itt a porja, ugyanaz van, mi? Full. Mondd, az nem keverem be. Ja, ez is ilyen ízés, ilyen... Tessék, de... Energia. Te meg bemutattad, hogy lehet elfolytani egy karbit korongot. De legalább újra tudjuk majd használni. Látod? Én direkt azért csináltam, hogy spóroljak vele. Tényleg jó gyümölcsök. Ez igazából nokedli, és hol lehet a kolbi? Ott van alul. Ott a kolbi, és tényleg egybe van. És tényleg? Várjál. Ez? De ez ilyen mini. De nem, itt szét van darabolva. Aha. Itt van a kalabász. Itt a virsli. Hát ez ilyen nagyon ízének, tudod milyen kaja? Ez ilyen ízés. Nokedlis kolbász. Nem, ez tudod mi? Mondjad már, koleszos, nem? Nem ilyen koleszos kaja. Ami volt, beleborítottuk. Jó ez. Jó. És mi a sajtos lenne? Jó, az a kolbász, finom. Otthon is elkészítjük. Igen, csinálom belőle majd egy giga videót. Giga nokedlis kolbász. Hallod, abban van polip, szerintem. Vagy valamilyen tengeri mikmirigy van benne. Hát a pályába szokott lenni. Igen, így néz ki. Ezek mik vannak benne vajon? Ez polip lehet tényleg? Nem tudom. Itt hús az van, ez csirkehús. Valami... Nem tudom. A fia képe maradj. A kagyló. Kagyló. Bakke kagylós. Csirkehús, az biztos. Ja, csirke, tengeri gyümölcsei csirke. Ő kolbász! Az is van amúgy a pályába alapból. Pályé az is egy ilyen izéje, mindent összedobálós kaja, nem? Meg alapból ugye ilyen, hogy a rizs az ezt a szaftot szívja föl. Igen. De így nagyjából a kolbázis tudom, alap. Sose ettem még pályáját. Mondjuk ez az első pályájám, lehet, hogy ott a garnéla, ha-ha. Ott csípem a garnéla. Lehet, hogy nem ezzel kellett volna kezdenem a pályája karrieremet. De igen, tényleg nem rossz. A borsó. Az a konzerv a zöldség. Pikáns, ugye? Az a konzerv zöldség. Ami nagyon konzervborsó ízű, tudod? Igen, igen. Oda néz, itt van két garnéla. Abba szerintem meg mehet bele már krémleves, mit szólsz? Beletolom, beletolom a krémlevest a... Nagyon jó. Hát ez se hazai. Ugyanolyan illata van, mint bármelyik ilyen instant zacskós levesnek. Szóval a csomók elég szépen eltűntek egyébként. Meg állagra, így egy kevered, semmi köze a krémleveshez, viszont... Lehet, a szádban sok... megvan az az érzés, mintha. De egyébként lehet, hogy sok lett a víz, sőt, biztos. De nem, ez akkor sem lenne olyan. Nem tudom azt mondani rá, hogy rossz. Szóval ne, én sem mondom, hogy rossz, de nincs nem, íze. Nem. Tehát most ilyen... figyelj, elmondom neked, hogy lehet, hogy mindjárt feljavítom. Ez tényleg az, amit mit tudom, egy pohárba megiszol, mint egy üdítő. Hát nem üdítő, hanem mint egy... Nem. Ebben nem is volt só. Itt semmi finom, de legalább fűszeres, tudod, hogy valami íze van. Igen, valami van. Nem. De azt sem tudom rámondani, hogy rossz. Nem. Annyira nagyon snasz, hogy igazából figyelj. Ez állítok hagymakrémleves, hát ez köszönő viszonyban nincs ízre a hagyma semmilyen változatával. Képzeld el, Tibi, ismertem valakit, aki ilyen lábosból itta a vodkát. Ne csináld. Jó arc lett. Nagy forma amúgy. Az piros fazék volt. Harmadik pakkot ezennel megnyitom. Sokkal jobban elterített, mint az amerikai egyébként. Mondjuk ez nem biztos, hogy jó egy katonának, nem tudom, na mindegy. Én nagyon meglepődnék gyerekek, ha ebből hármat kapnának egy nap. Ebből ki van csukva. Hát itt ebből én hármat egy nap alatt nem tudnék megenni. Jó, hát mondjuk ezek a légiósok, tudod azért, ezek komoly tagok azért. Jó, de azok se ebből. Nem tudom. Azt, hogy gondold el, hogy egy halálra zabálsz. 150 kilósok, tudod? Mert ez nem tudom, mennyi lenne egészséges, hogy állandóan ezt tenni minden nap. Annyira nem gázos amúgy szerintem. Hát ez csak konzervkaja, nem? De nem jó, tudom. És most... Jó, nem azt mondom, nem a világ vége, azért van rosszabb miért is. Miért szerinted párizsi zsömlét enni, az egészségesebb, ez legalább meleg étel. Megnézitek, ugyanazok egyébként. A jól ismert kekszi, erre tegyük a másik mellé. Műzli, sőt ez ugyanolyan csokis, mint az előző. Ha, ugyanaz. Ugyanaz. Annyi, a kakaó más csomagban van, meg kakaó, a kávé, ugyanaz. Ugyanaz van benne. Ugyanaz, mint az előző, csak más csomagban. Más gyártó. Ez mi? Ugyanúgy a nugát, ugyanígy itt vannak. Ez ugyanaz a zselés cucc. Ja, ez az íze. Ja. Formád chef. Opa, ez valami chef. Oda néz, ez valami, gondolom, ami ismert francia chef lehet. Akkor ezt megkóstoljuk viszont. Figyelj már, ez meg ugyanaz a leves, mint az íze. Full. Tök ugyanaz a leves. Kihagyjuk. Na, ez viszont a másik ital. Ugyanaz a izotónik, ugye szar, ami valószínűleg 90% cukor, de ez legalább ez narancssárga, nem zöld. Van egyébként íze, mert az semmi. Ez mangós. Na és itt a lényeg, a sausage, ami egy ilyen kolbászos, ez egy ilyen krumplipüré kolbásszal szerintem egyébként. Ez nem gnocchi. Nyugki, nem. Ez pedig risotto de pork.
De ez itt van rajta a séf. Igen. Ki ez az Ani séf? Aui. De ez is a Bleu Blanc Cahul. Akkor ezt is fel kell kibontani. De új séf, tök jó. Új. Aha. Hát azért nem tudom, hogy milyen séf az, aki ehhez adja a nevét egy konzervhez. Jó, hát mondjuk marketing szempontjából jó. De hát nem tudom. Vagy ajánlásával esetleg, azt el tudom képzelni, de hát nem tudom. Szerintem ez a kettő a legkevésbé bizalomgerjesztő, amit eddig láttam itt a csomagban. Így ránézésre amúgy jogos. Ránézésre annyira azért nem kívántam meg ezeket. A csomagolás az azért nem győz meg, hogy ezt akarja menni. Ja? Tehát nagyobb lángra. Ja, várj, meg ezeket fölrakjuk. Tibi bácsi, így. Szóval itt van a krémsajtot, Tibi. Nézzük meg. Ja, bontom. Ez lehet, hogy annyira tolakodó lesz, tudod? Hát figyelj, ránézésre ugyanaz. Nem, kicsit más a színe. Talán picit sötétebb, gyárnyalattam, nem tudom. Kicsit dágyabban kék sajtos az íze. Igen, nincs az a penészes íz. Nincs az a kék sajt íz. De. Nem, én nem élek. Nagyon-nagyon, sokkal gyengébben, mint az előzőnek. De finom. De jó. Igazából úgy színre, meg állagra kell ugyanaz. Sajtokban sokkal erősebbek. Rakjuk. Értelemszerűen a franciák nálunk. Hát tényleg ez a, mint a... Jó, be nem lapáltam. Ez jobban hasonlít a tömlő sajtra. Állagra is. Bekeverem ezt a... finomságot. Ezt a mangósat, hogy vajon ez mennyire lesz mangós. Hát szegyes sétálnak is. Ez iszonyat jó. Francia katonák nézik a videótól, és akkor szegények hogy örülnek, hogy ilyet esznek, tudod? Ezek úgy dobálják, meg szerintem hány ingerük van, tudod? Ez a két szerencsétlen, milyen finom ez a sajt, tudod? Ők meg lehet, hogy úgy dobják ki a kutyának. Aha, ez már a állaga, vagy a színe is. De, kevésbé hát az, az előző, ez a zöld, ez gyakorlatilag cukros víz volt. Ez már nagyon ízé sercegnek már. Aha. Milyen gyorsan megmelegszik, tényleg tök jó. Hát Tibi, egészségünkre. Ennyivel jobb egy fokkal. Ennyi. Ugyanolyan full édes, az föltolta a cukromat, mint az állat most. Ez egy cukorsokkot kapsz itt. Egy is néz ki jól. Szerintem így leszögezhetjük. Húrka? Hát ez nem tudom, bazdmeg, ez valami... Olyan, mint a húrka lenne. Egy fél disznót beraktak ebbe az izébe. És ez mi az? Ez zsíros tudsz? Tudd már még meg az ez mi? Krumpli püré. Ja, az püré? Hát elolvastam, nem? Ja, az krumpli püré. Fú, ez elég nyomasztó. Bokuszdóra vele. Kanálra ráhúzok egy kis eperlekvárt mellette, az kész vagyok. Ez az ízést tudod rányomod. Egy rúdcsok itt mellé, hello. Hát itt van valami, ez gomba gondolom. Igen, az lehet. És itt ez mi ez a fehérgen, jó? Ez is püré? Én ezt... Na. Halljak meg ezt a krumpli püré. Hopp, ott valami van alul, nézd. Az mi? Ott hal, nem? Ez mi? Nem hal, ez hús. Gondolom nem lesz 10/10, van egy olyan érzésem. A gombás risotto egyébként az enyém, húsival. Rápróbálok és pontozunk. Bakker finom. Tényleg. Kóstold meg ezt a hurkát, vagy nem tudom mi ez. Ott lecsókol be. Tényleg jó. Ugye, amilyen rettenetesen néz ki, esgő, hogy ez nem rossz. Nem szörnyű, nem. Abszolút. Ez egy gombás risotto, kérlek, és húsival, kis sertéssel. Ez a séfes, ez a rajta van a Louis séf. Lehet, hogy benne is van a Louis chef. És a risotto, ugye a risottónak a lényeg, hogy krémes legyen. Ez és ez tényleg krémes. Ez nem száraz, nem izé, ez... Esküszöm neked, hogy a fronton ez... Ez egy jó kaja. Ez esküszöm, hogy úgy megállja a helyét, hogy itt erről tényleg nincs mit beszélni, hogy... Magyarként tuti elcserélgetném erre. Na már megy is lefelé a nap, gyerekek. Jaj. Egyelőre a francia jobban bejött, mint az amcsi. Magasan jobban nekem. Minőségre sokkal jobb. Már pedig... maga az egyszerűsége is sokkal jobb. Víztisztító tabletta van benne. Átgondoltabb. Átgondoltabb szerintem sokkal. Túl van marketingezve, tehát ezek is nyugodtan lehetnének egy sima kartonszínű zacskóba. Aláírom. De tényleg, hogy nem csak az, hogy ránézel és várod tőle, hogy jobb, és hozza. Azt, hogy jobb. Én nagyon várom, hogy magyar tudjunk kóstolni. Remélem eljön majd az is, az a pillanat. Lehet, hogy megvan rá az emberem, aki most fog tudni. Nagyon remélem, hogy lesz, mert én nagyon szívesen kipróbálnám a magyar. Egyébként én úgy tudom, hogy a közkatonák a barna halál révén emlegetik egyébként, úgyhogy azért elég bizalomgerjesztő. Hát igen, ez valami sejtet azért. A interneten vannak mindenféle ilyen használt áru, forgalmazó, adásvételi oldal. Oda beírtam, hogy katonai emere, és kidobálta. Nagyon sok van meglepően módon, viszont limitálta
országok. Szóval körülbelül 3-4 országnak a katonai csomagját találtam meg a neten, de egyébként azt hiszem, izén még több van külföldi ilyen oldalon, ami ugye nemzetközi. Darkweben. Bocsánatot kérek attól, aki zavart a csámcsogás, elfelejtettem levenni, pedig megbeszéltük, hogy, hogy evésnát fogjuk rakni, de közben itt elfelejtettük. Na mindegy, remélem, hogy azért nem tudom, nem fogtok ezért most fölkeresni és agyonverni, vagy ha igen, akkor legalább a Tibivel kezdjétek. Pakolj fel. Mi fogunk következőnek kóstolni majd? Az angolt. Angol. Az, nem lesz benne steak. Brickfest, tudod, ezért babbal. Jaj, kolbász, bab. Mondjuk bab, az tuti lesz benne, mert angolok. Az meg bacon. Meg bacon. Meg tojás. Meg whisky. Ja, de remélem lesz egy nagy, nagy steak angolosan. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönjük. Köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltatok. Ja, ú, nem erősen bázik. Jaj. Te hülye vagy. Ment. Jaj. Jelentsétek föl. Megint meg fogsz ütni. Megint meg fogsz verni. Megint bántani fogsz. Na jó, szavaztok. Szavaztok. Tarts ki, még, kitart. Ne fújt ki még. Még néznek még? Igen. Ja.